Azok, akik még nem regisztrálták elektromos rollerüket, megtehetik azt utólag is. Matrica nélkül azonban jobb, ha nem indulnak el otthonról, tanácsolja a forgalmi mérnök. Át kell adni egy űrlapot, amit le lehet tölteni a közlekedés ügynökségi a közlekedés biztonsági ügynökség honlapjáról. Azt ki kell tölteni, amiben meg kell adni a tulajdonos nevét, tehát a címét, születési évét, személyszámát, ezek az ő adatai, meg a lakcími telefonszámot, meg kell adni a járműnek az adatait, a műszakai adatait, tehát hogy mekkora a teljesítménye, hány watt, mekkora a súlya, a saját súlya, és mekkora a maximális sebessége, amit ugye mellékelni kell egy... amikor megvette a műszaki adatokat az eladási papírokkal. Fehér László elmondta, hogy ha a rollereknek nincs megfelelő műszaki dokumentumuk, akkor egy műszaki vizsgán kell részt venniük. Ezek helyszínéről a helyi rendőrségen kell érdeklődni. Amikor megkapja valaki azt, hogy rendben van, akkor kap egy öntapadó matricát 36x60 mm, ha jól tudom, szürke, fényes színű, vízálló, amit fel kell tenni a trotinét kormány rúdjára, az, ami nem mozog, annak az elejére. Az elektromos rollerek legfeljebb 25 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek, és ugyanazok a közlekedési szabályok vonatkoznak rájuk, mint a kerékpárokra. Az új rendelet szerint azok, akik június 15-e után nem regisztrált rollerrel közlekednek, akár 120 000 dináros büntetést is kaphatnak.